Na, Ali, sziasztok! Fölkerült a kipufogó rova kocsira. Gondoltam, gyors csinálok róla akkor egy videót. Így néz ki. Így néz ki oldalról. Ennyire sikerült így kilógatni. Szerintem egész jó. Lehet, hogy egy picit még kéne csavarni rajt, mert egy nagyon kicsit, mintha nem lenne egyenes. Most raktam fel, úgyhogy még nem tudom. Na, hát igen, így néz ki. Ja, és akik mondták, hogy beesik az eső, annak megnyugtatásképpen ott ezen van. Nem tudom, mennyire látszik. Üde jó, üde jó. Kettő darab lyukamból kifolyik. Na, jó van ugye, még egy kicsit lehet, hogy fel kéne políroznom, hogy jól nézzen ki. Hát ilyen lett, és igazából gondolom nem a kinézetre vagytok kíváncsiak leginkább, hanem a hangjára. A hangját ekkor meg is mutatnám. Felrakom állványra, és akkor meghallgatjuk egy picit. Egy olyan felvételt, hogy ugye menet közben milyen hangja van, amikor például ugye motorféket használsz, meg igazából tényleg ugye nem álló helyzetbe kell meghallgatni ezt, hanem tényleg úgy, hogy hogy menet közben. Itt is vagyunk, srácok. Visszaérkeztünk ugye ide a temető egyenesbe, innen indultunk. Sajnos ugye nem nagyon mertem kivinni így országútra, csak itt a faluba mentem egy kanyart, és nem is tudom igazából még, hogy milyen lett a felvétel a kipúról. Mármint amikor ide ugye azt csináltam egyébként, hogy itt kilógattam a kameraállványt, és ugye így ezt vette. Hát remélem, hogy valamit lehetett hallani. Egyébként nem olyan durva a hangja, mint amikor mondjuk úgy, hogy herélt kipufogóval mentem a gyárival, de talán egy kicsit úgy finomabb. Nem is, hát az a tipikus lyukas kipufogó hang volt, ami annyira nem jött be. Nem tudom egyébként, hogy milyen lett a felvétel, hogy a kamera mit vett vissza belőle. Biztos, hogy nem azt adja vissza egyébként, ami a valóság. Azért azt ugye teljesen nem tudja, de azért érzékeltetem talán, hogy mennyire sikerült ez a konstrukció. Azt néztem, hogy egy picit, mintha nem lenne egyenes, de mondjuk ha fehérhez rakom a két szélét, aha, egy kicsit jobbra dől, ugye? A picit jobbra dől a cucc. Nem baj, azon ugye tudok igazítani természetesen a felfüggesztés, a felfogatáson. Jó van, srácok! Köszi a figyelmet, akkor ilyen lett. Csáááá!